Sokan etetik a madarakat télen. Ez számukra elengedhetetlen, mert ilyenkor jóval nehezebb energiadús táplálékhoz jutniuk, mint máskor. A jó szándékkal azonban ártani is lehet. Ennek elkerülése érdekében tanácsos megfogadni a szakemberek útmutatásait. Több Zalaegerszegi intézményben megfigyelhető ez a gondoskodás, köztük a Mincenti iskolában, ahol rendszeresen feltöltik magvakkal az etetőket. Így és Zoltán arra int, hogy ha már elkezdtük a táplálást, azt nem szabad abba hagyni. Ezek az apróságok ugyanis, mivel nem tartalékolnak, napról napra élnek ha már számítanak rá, hogy valahol etetés van, akkor ott viszont mindig találjanak magot, tehát ha valaki vele fog a madár etetésre, akkor folyamatosan etessen. Nem mindegy, hogy mivel etetünk, az olajos magvak nyújtanak elég energiát ahhoz, hogy ez a túlélésüket segítse. Ráadásul, ha vékony, héjú, olajos magot találunk, akkor a gyengébb, kisebb csőrű madarak is feltörik, Úgyhogy ideális, a legideálisabb a napraforgó. Igazából az, ha csak avval etetünk, akkor igazából nagyon jó jól végezzük a madáretetést. A szakember szerint érdemes odafigyelni a ragadozókra. A macskák elleni védekezés elengedhetetlen, mert számukra remek vadászati lehetőséget kínálnak az élelem miatt összegyűlt madarak jó madáretető nyitott és nagy, hogy ne féljenek a madarak, ők mindig nyitott helyen táplálkoznak, ágak végein és ugye talajon, úgyhogy ők nem kis zugokat, odvakat keresnek és zárt helyeket a természetben sem a táplálék keresés közben, hiszen nagyon sokan vadásznak rájuk, városi környezetben különösen macskák, úgyhogy így egyrészt macskától védett kell megoldanunk, vagy magas oszlopon, vagy lógatott etetőben ezt. Az étrendben szerepelhet faágakra felszúrt nagyobb gyümölcs, melyek közül a legjobb választás az alma. Figyelni kell még a tisztaságra, így a fertőzések elkerülése érdekében az etetés helyét rendszeresen takarítani kell. Szombaton kezdődik a téli madárgyűrűzési programsorozat. Az érdeklődőket délelőtt várják a Mincenti Ifjúsági Ház parkjában Botfán.